Az Európai Néppárt helyesli Magyarország megbüntetését. Ott már Karásza a leköszönő Európai Parlament néppárti alelnöke szerint elfogadhatatlan Magyarország menekültügyi politikája, a migrációs paktum közelgő végrehajtását tekintve pedig szükségesek a szankciók. Két napja derült ki, hogy brutális 80 milliárd forintos büntetés szabott ki Magyarországra az Európai Bíróság az uniós bevándorlási politika megsértéséért. Ez az összeg ráadásul mostantól napi 400 millió forinttal emelkedhet. Az Európai Néppárt helyesli Magyarország megbüntetését. Derül ki a politikai szervezet közleményéből, amelyet a közmédiának küldött. Ebben ott már Karasza, a leköszönő Európai Parlament alelnöke azt írta, a Genfi menekültügyi egyezmény az Európai Unió alapjogi kartája, és az uniós jogszabályok végrehajtása nem alkutárgya. Magyarországnak is be kell tartania azokat. Az osztrák néppárti politikus közleményében hangsúlyozta: Az Európai Unió Bíróságának ítélete megerősíti, hogy Orbán Viktor miniszterelnök elfogadhatatlan menekültügyi politikája törvénytelen. Szerinte a szankciók szükségesek a menekültügyi és migrációs paktum közelgő végrehajtását tekintve, vagyis az Európai Néppárt teljes mértékben egyetért a Magyarországra kiszabott példanélküli bírsággal. Az Európai Bíróság csütörtökön hirdette ki ítéletét Magyarországról. Hazánknak 80 milliárd forintot kell fizetnie azért, mert szerintük nem felel meg az uniós jognak a magyar migrációs szabályozás. Az ítélet azt is tartalmazza, hogy ha nem fizet Magyarország, akkor naponta további 400 millió forintal nő a bírság. Egy Bajer Zsolt péntekre az ítélet miatt tüntetés szervezett az Európai Bizottság budapesti képviselete elé. A publicista hangsúlyozta, Magyarország belügyeibe az Európai Unió bírósága sem avatkozhat be. Üzenjük meg a gazembereknek, mi a magyar demokráciába való beavatkozásnak ítéljük meg ezt az aljas, ocsmány, undorító és minden jogalapot nélkülöző ítéletet. Soros György bírósága. Hozta meg ezt az ítéletet? A soros tervet valósítja meg Brüsszel. Az ítélet pedig azt bizonyítja, hogy a milliárdos tőzsde spekuláns emberei az igazságszolgáltatásban is jelen vannak, hangsúlyozta Orbán Viktor pénteki rádió interjújában. A miniszterelnök hozzátette, a magyar embereket nem érintheti hátrányosan az uniós büntetés. Biztosak lehetnek benne a magyar emberek, hogy ez a végén jobban fog fájni Brüsszelnek, mint Magyarországnak. A pénz egyébként óriási összeg tehát 80 milliárd forintot, ha ma szétoszthatnék a családok között, hogy odaadhatnék a nyugdíjasoknak, vagy gyerekvédelemre lehetne fordítani, mindenki boldog lenne. <kül> És például plusznapi 400 millió ez, ez egy hatalmas, tehát ilyet még a világ nem látott. Tehát ha azt mondom, hogy férlázító vagy felháborító az eddigi európai bírósági döntések történetét figyelembe véve, akkor én nagyon enyhe visszafogott nyilatkozatot tettem. Tehát egész egyszerűen esze ment. Ez egy nyílt politikai zsarolás. Bár az ítélet Magyarországot sújtja, és ez Magyarországnak jelent anyagi terhet, de az ítélet nem csak nekünk szól. Jelentette ki Erdélyi Rezső Krisztián a Nézőpont elemzője az m Szól az összes olyan Európai Uniós tagországnak, amelyiknek potenciális neszébe jutna az Európai Unió migrációs paktumját megkérdőjelezni. Mert ez az ítélet az azt mondja, hogy azt az országot, amelyik ezt megkérdőjelezi, ezek jellemzően közép-kelet-európából kerülhetnek ki ezek az országok, azt az országot az Európai Unió a bürokráciája a bíróság segítségével gazdaságilag fogja el lehetetleníteni. Hozzátette: Ez az ítélet szembe megy a normalitással, mert annak mégiscsak egy alapelvnek kellene lennie, hogy az uniós tagállamokban az állampolgárok és az általuk megválasztott kormány és parlament dönthesse el, hogy ki az, akit beengednek az adott országba, és ki az, akivel együtt szeretnének élni.